Williams Televízió. 17 000 gyermek és 2000 dolgozó tartozik a Monori tankerületi központhoz, miután összevonták a fenntartói és üzemeltetői feladatokat az állami iskola fenntartónál. Így aztán a volt járási tankerületekből önálló költségvetési szerveként működő tankerületi központok jöttek létre. A témával kapcsolatban a Monori tankerületi központ vezetője az összevonásról, az infrastruktúrális feltételekről és az intézményi költségvetésről is tájékoztat a televíziónkat. A Monori, Becsési, Gyáli és Dabasi tankerületeket jelenti. Ennek a négy tankerületnek összesen 48 intézménye tartozik most a Monori tankerületi központhoz. Ez körülbelül 17 000 gyereket jelent és körülbelül 2000 dolgozót. Folyamatosan problémát jelent országszerte a minőség, az intézmények biztonsága, illetve állaga. Ez önöknél hogy áll? Azt gondolom, hogy elég szerencsés helyzetben vagyunk. Ugyan a négy tankerületben nagyon különbözőek az intézményeinknek az állaga. El szoktam mondani, hogy ugyan Pest megyében vagyunk, van olyan intézményünk is, ahol még az udvaron pottyantós WC van, de van olyan is, amelyik már a 21. század követelményeinek megfelel. Nekünk az a feladatunk, hogy ezeket az intézményeket lehetőleg mindegyiket a legjobb minőségű szintre tudjuk felhozni. Azt lehet tudni, hogy vannak önkormányzatok, akik ezeket az intézményeket sajátjaiként tekinti még most is, hiszen a gyermekeik oda járnak. Így a különböző pályázatok útján fel is újítják, külső homlokzatot, nyílászárókat cserélnek. Ez mennyire jellemző az önök területén? 48 intézményünk van. 17 önkormányzattal voltunk most 17 január 1-én kapcsolatban, hogy átvegyük a működtetést tőlük. Meg kell, hogy mondjam, hogy mindegyik önkormányzattal megtaláltuk a hangot. Valóban jellemző rájuk az, hogy sajátjuknak tekintik azokat a gyermekeket, akik a településükön vannak, de nem tekintettek minket, mint tankerületi központot ellenségnek. Épp ezért nagyon hamar, nagyon rövid idő alatt meg tudtunk állapodni. Gördülékenyen ment ez az átadás átvétel, tehát most már mindegyik intézményt tulajdonképpen mi működtetjük. Van azért négy olyan település, amelyikkel olyan megállapodást kötöttünk, hogy magát a szolgáltatást vettük meg, tehát továbbra is ők a működtetők ilyen értelemben, mi pedig ezért fizetünk. Nagyon szerencsések vagyunk, mert most végre a pályázatokra pont került, és majdnem minden településünkön egy vagy két intézmény, vagy akár több intézmény is bekerült abba a fejlesztési tervbe, amelynek keretében az energetikai korszerűsítés meg fog történni, tehát nyílászárók cseréje, szigetelés és egyebek. És azt gondolom, hogy mind a tankerület, mind pedig az önkormányzatok ehhez pozitívan állnak. És akkor nézzük az önök munkahelyét. Monoron a Petőfi Sándor utcában található az irodájuk. Úgy tudom, hogy új helyre fognak majd költözni, amint Monor felújítja azt az épületet, amely valóban az önök számára megfelelő lesz. A jelenlegi helyen hány irodában hány munkatársal dolgoznak? Ugye eddig négy településen voltak a járási tankerületi központok, ebből Dabason, mint kirendeltség megmaradt a régi helyén. A Monori, Vecsési és a Gyáli járási tankerületek pedig összeköltöztek Monoron a Petőfi Sándor utca 27 alán, aminél azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen négy irodában, jelen pillanatban 21-en vagyunk, tulajdonképpen most már az épületet tekintve teljesítés határán mozgunk, több embert most jelen pillanatban nem tudunk leültetni. Ha a szembe lévő épületben a Petőfi Sándor 34-ben megtörténik a felújítás és átadják, akkor ott elvileg körülbelül 30-an fogunk dolgozni. Itt vagyunk a Monoron a Petőfi Sándor utca 27-ben. Azt kell tudni, hogy a Monori tankerületi központnak a felépítése most úgy néz ki, hogy két vezető munkatársammal itt vagyok Monoron. A
az egyik a volt Monari járási tankerület vezető Farkas Zoltán, az én szakmai vezetőtársam, Hadnagy Judit pedig a gazdasági vezetőtársam, aki velem együtt volt a vecsési tankerületben. A dabasi kirendeltségnek pedig továbbra is Baranyi Béla a vezetője. Több intézménynél lehetett korábban azt hallani, hogy az iskolai igazgatók, az intézményvezetőknek nincs lehetőségük. Jöttek itt ilyennel, hogy még krétát sem tudnak rendelni, nem tudnak egy betört ablaküveg felett intézkedni. Hogy alakul ez a jövőben, és valóban igazak ezek az állítások? Azt gondolom, hogy a Kliknek az életében tényleg volt egy olyan időszak, amikor likviditási gondokkal küzdött. Azt gondolom, hogy ez 2016 márciusa óta mondhatni megszűnt. Azóta van pénz. A 2017-es évet is már úgy tudtuk kezdeni, hogy az intézményvezetőkkel közösen készült egy költségvetés, egy intézményi költségvetés. Ennek ez elfogadásra került. Most úgy működik gazdaságilag egy tankerületi központ, hogy az elfogadott költségvetésnek az 1/12 részét minden egyes hónapban leutalják, tehát ezt megkapjuk, financiális gondjaink épp ezért nincsenek. A működés pedig úgy néz ki, hogy az intézményvezetők igénybejelentőkön az, amire szükségük van, benyújtják a tankerületnek, ennek egy részét már évelején elfogadtuk a munkatervükbe, ha menet közben jelentkeznek bármilyen egyéb költségek, akkor pedig ezen az igénybejelentőn mérlegeli a tankerület, de azt tudom mondani, hogy igazából eddig még elutasításra nem nagyon került sor a jogos igényeknél.